egyre több gyermeknek biztosított a bölcsődei ellátása. Köszöntjük Hegedűsné Végvári Katalint, a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnökét. Jó napot kívánok! És hát kicsit meséljen erről a rendszer átalakulásáról. Minek köszönhető, hogy most egyre több gyermeket tudhatunk biztonságban bölcsődében? Hát igazából a bölcsődei rendszer egy nagyon komoly átalakuláson ment keresztül. Ennek a szemléletnek, vagy egy szemlélet volt az oka az, hogy minél több gyerek be tudjon jutni és elérhesse a bölcsődei ellátást, nem csak Budapesten és a nagyvárosokban, hanem kisfalvakban és településeken is. Ennek mentén alakították ki a bölcsődei struktúrát úgy, hogy négyféle bölcsődei ellátást hoztak létre. Részint vannak intézményes ellátások, a régi klasszikus bölcsődék, nagy bölcsődék megmaradtak, részint vannak mini bölcsődék, amik intézményes ellátás kereteibe tartoznak, de kisebb létszámúak, kevesebb gyerekkel, könnyebb működési feltételekkel, tehát könnyebb létrehozni, illetve vannak a szolgáltatásban családi bölcsődék és munkahelyi bölcsődék. Családi bölcsődék, azon hogy kell elképzelni a családi bölcsődét, vagy a munkahelyi bölcsődét? A családi bölcsődét úgy kell elképzelni, hogy mondjuk valaki az ő otthonában, van neki erre elég nagy lakása, kertje, mindene, úgy gondolja, hogy létrehoz a saját gyerekei mellett egy családi bölcsődét, és még 5-6 gyereket fölvesz és gondoz. 0-tól 3 éves korig szólnak ezek az ellátások, és akkor ő ezt berendezi úgy, ami ennek a feltételeknek megfelel, és akkor kér engedélyt, és ő például egy kis faluban, ahol kevés a 3 éves kor alatti gyerek, ott fölösleges létesíteni egy nagy 40-60-80 férőes bölcsődét, ami nagyon komoly pénzbe is kerül. Ott elég lehet egy ilyen kisebb bölcsőde, és akkor létrehoz egy ilyen családi bölcsődét, és ehhez ő állami támogatást is kap. Akkor az már egy régi szabály, hogy valami olyasmi volt, hogy 10 000 fő feletti településeken kell létrehozni bölcsődét, de gondolom ez a nagy bölcsődékre vonatkozik. Igen, ez a nagy bölcsődékre vonatkozik. Akkor... Most már úgy szól, hogyha településen 40 olyan kisgyermek van, aki 3 éves kort eléri, vagy 5 szülő igényli az ellátást, akkor az önkormányzatnak valamilyen ellátási típust létesítenie kell. Mi a helyzet ezekkel a munkahelyi bölcsődékkel? Hogy alakul ez ki? A szülő bemegy, viszi magával a gyermekét, és akkor van egy olyan foglalkoztató szoba, vagy igen, szobák, ahol egy arra megfelelő szakember. Pontosan a munkahelyi bölcsődék is nagyon kezdenek alakulni, nagyon támogatja ezt is a kormány. Ugye 3-4 munkáltató is összefoghat, mert nem biztos, hogy egynél elképzelhető, hogy ilyenkorú gyermek ennyi van, és akkor létrehoznak ott a munkahelyen egy olyan helyiségben, olyan feltételekkel, azért vannak bizonyos alapvető feltételek, és egy kolléganővel, akinek van végzettsége, mondjuk egy 100 órás tanfolyam is elég ide, tehát nem kell még a szakképzettség, úgy, mint a klasszikus bölcsődékben, és 7-8 gyereket tudnak itt ebben a bölcsődében fogadni. És itt könnyebb, az anyuka bemegy dolgozni, mellette nem messze ott van a bölcsőde, beadja oda napközben, és át tud nézni, tehát sokkal könnyebb, hogy ezek a bölcsődék ellátják ezeket az igényeket. Régen is volt, csak nagyon régen, mikor én még nagyon fiatal voltam, üzemi bölcsődéknek hívták, aztán azok megszűntek. És most azt gondolom, hogy ez nagyon jó kezdeményezés, hogy ilyen bölcsődéket is létrehozzunk. Minden szélesebb körben, minden rugalmasabban szeretnénk kielégíteni az igényeket. Lehet egy szülő azt gondolja, hogy én klasszikus bölcsődébe viszem, lehet azt mondja valamelyik kisfaluba, hogy én elviszem egy családi bölcsődébe, ugye, vagy a munkahelyi bölcsődébe létesít egy munkahely, mert azt gondolja, hogy sok ilyen kisgyermekkel rendelkező családja van. Ne, és ami a legfontosabb, hogy a szülőnek nem kell félnie, mert azért a családi bölcsődébe is nyilván minden olyan papírozási ügyek, minden megvan, tehát jó kezekbe kerül a gyermek. Hát, hogy ezzel az átalakítással egységes bölcsődei ellátássá alakult minden 3 év alatti intézményes ellátás, vagy bölcsődei ellátás, ez azt jelenti, hogy egységes szakmai elvek mentén. Tehát azért annak a gyereknek, aki egy családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében van, ugyanazt az ellátás szintet, azt a minőségi ellátás szintet meg kell kapnia, amit egy klasszikus nagy bölcsődében. Talán ez a legfontosabb. Katalin, ennek azt hiszem, hogy ez a hivatalos neve, hogy bölcsődefejlesztési program, nem, vagy valami ilyesmi, hogy szokták mérni, nem tudom, hogy évente, hogy például mennyi az elutasítás, mert hogy bölcsődei szinten is van elutasítás, hogy változik-e ez, vagy egyáltalán beszélhetünk még elutasításról? Változott, mert én egy ilyen régebbi adatokból kiindulva, összesen 4000 volt az elutasító gyerekek száma, és most 2017-ben ez 2000-re csökkent. Az azért elég jelentős szám. Ma 1752 ilyen intézmény van, aki
nullától három, akik a nullától hármas kor gyerekek ellátását végzik. Főleg Budapest körül gondolom. Igen, 752 a klasszikus bölcsőde. Ugye ott van, mert 46 ezer férőhely van az országban. Az a 40 ezer. És a 6 ezer az a többi, a családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde és a mini bölcsőde, amit természetesen mi támogattunk, és nagyon fontos szakmailag ők is ugyanolyan jól kielégítsék a kisgyerekek és a szülők igényét. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a bölcsőde ellátásnak a gyerek szerető, szülő szerető, család szerető legyen. Én mindig elmondom, hogy nekem minden unokám, gyerekem oda járt a bölcsődében, és igazából azt gondolom, hogy egy jó ellátásban is, egy jó egyensúlyban lévő családban nagyon jó kis gyermekeket lehet nevelni, tehát a további jövő érdekében, ha odafigyelünk, akkor ez azért nem okoz semmilyen gondot. Remek nagyon szépen köszönjük. Én is nagyon köszönöm a meghívást.